Évtizedes hagyomány, hogy a PMFC család kapusainak közös évzárót tartanak. Az idei esemény díszvendége az egykor szintén Pécset pallérozódó Dibusz Dénes válogatott labdarúgó, a Ferencváros kapusa volt, aki az évzáró előtt bejárta a november 4-én a Pécsi labdarúgás napján átadott idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpontot. A 2300 négyzetméteres komplexum 12 öltözőt, rehabilitációs teret, konditermet, irodákat és büfét magában foglaló kiszolgáló épületből, szabadtéri füves és műfüves pályákból, valamint műfüves csarnokból áll, modern körülményeket biztosítva a gyerekek edzéseihez és a PMFC felnőtt csapatának felkészítéséhez. Dibusz Dénes első szóra elfogadta a meghívást és ellátogatott nevelő egyesületéhez. Örülök neki, hogy ezt látom, hogy ilyen szépen megújult itt a Kovács telepi bázis, és szerintem az is egy nagyon jó dolog, hogy tényleg most itt mindenki egy helyen van, fiúk, lányok, felnőtt csapat, utánpótlás játékosok, és nyilván a fiatalok számára az mindig egy plusz motivációt jelenthet, hogyha láthatják a felnőtt játékosokat is edzés közben, elleshetnek tőlük dolgokat. Én is emlékszek, hogy nagyon örültem akkor, amikor tizenévesként egyszer-egyszer úgy hozta az élet, hogy mondjuk a felnőtt csapat mondjuk az időjárási körülmények miatt itt edzett Kovács telepen, és az egy nagyon jó élmény volt mindig őket testközelből látni, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a mostani fiatal generációnak is hasonlóan nagy élmény, és tényleg rájuk is olyan hatással lesz a foci, mint rám volt, de úgy látom, hogy azért nagy lelkesedéssel csinálják, úgyhogy biztos, hogy szép jövő áll előtt. Az évzáróra Sólyom Csaba kapusedző koordinátor hívta meg Dibusz Dénest, hogy motiválja a fiatalokat. Kapus évzáró az nagy hagyományokra tekintít vissza Pécsre, még a Bogyai Zoli kezdte el a 2000-es évek elején ezt, hogy minden decemberben összejövünk, a legkisebbektől a felnőtt csapatig. És most kétszer a Covid közbeszól, de szerencsére ezt most meg tudjuk tartani, ilyen illusztris vendéggel, mint a Dénes, aki szó nélkül elfogadta a meghívásunkat. Nagyon örülünk, hogy itt lesz, biztos a gyerekeknek egy nagy élmény lesz. A képzés, hát egyértelmű, most a VB-n is látjuk, a lábbal való játék az előtérbe került, de hát most ezt nagyon hosszan lehetne beszélni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki most modern, jó kapus legyen. A legfontosabb az, hogy minél kevesebb gólt kapjon ugye egy kapus. Nyilvánvalóan most a kapus játék azért az elmúlt években nagyon nagy átalakuláson ment keresztül, és ugye sokkal inkább felértékelődött a lábbal való játék. Gyakorlatilag az, hogy a kapus kézzel érje a labdába, és védenie kelljen, az most már néhány alkalomra redukálódott egy mérkőzésen, úgyhogy sokkal komplexebb lett a játékunk. A legfontosabb része az, azt gondolom, az, hogy mentálisan kiegyensúlyozott legyen valaki, és jó döntéseket tudjon hozni. Azzal lehet ebben fejlődni, hogyha minél több mérkőzést játszik az ember, úgyhogy itt a fiataloknak is én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy folyamatosan pályán legyenek, mind edzésen, mind mérkőzésen lehető legtöbb szituációval találkozzanak, és akkor szépen az évek során azért kialakul ez. Hát sajnos most már én is azért itt 30 fölött vagyok, úgyhogy nekem is most már volt alkalmam jó néhány helyzetet megélni, úgyhogy azt gondolom, hogy én is itt az elmúlt években szépen gyűjtögettem a rutint, úgyhogy remélem, hogy ez a jövőbeli teljesítményem is majd meg fog látszódni, hogy továbbra is képes leszek jó döntéseket hozni és a csapatom segítségére lenni. A bejárás után a PMFC-s kapusoké volt a főszerep. Nagy örömmel találkozott egykori csapattársával, Helesfai Donát is, aki sokat segít a fiatalabbaknak. Közös a szertárunk, együtt fújjuk a labdákat. Most az engem, mint a legidősebb kapus már nem annyira érint, de ha például valaki hiányzik, akkor ugye én segítek ott, és akkor ott is azért találkozunk a fiatalabb kapusokkal. Nagyon közvetlen a viszony, úgy gondolom, nem csak a én általam, hanem az összes felnőtt kapus, aki itt van. Nagyon közvetlen és nagyon barátságosan áll a fiatalokhoz. A fiatalok meg mernek hozzánk szólni, és akár mernek tőlünk kérdezni is. De minden bizonnyal valahogy bátyámhoz köthető, hiszen ő is kapus volt, itt védett ő is a PMFC-ben sokáig, aztán Kozár Műslenyben is. Úgyhogy addig a Kozár Műslenyben ugyanazt a pályát is futottuk be, úgyhogy több mint valószínűleg az ő ráhatása volt, vagy az ő példakép jellege lehetett az, ami engem a kapus
pálya felé terelt. Az évzárón ezúttal nem csak a fiatal sportolók, de még Dibusz Dénes sem távozott üres kézzel. A Fradi és a magyar válogatott kapusa egykori pécsi mezét kapta ajándékba a klubtól. Fölényes 22 gólos győzelmet aratott a Kozár Michelin Kézilabda Akadémia a kecskeméti NKS-e elleni bajnoki mérkőzésen. A karácsonyi pihenőig még két mérkőzés vár Gyulai László tanítványaira. A Tempó KS-e elleni idegenbeli mérkőzés után december 27-én a Szent István-ese ellen hazai pályán zárja az évet a Kozár Michelin Kézilabda Akadémia. A sereghajtó kecskeméti NKS-e volt a vendége a Kozár Michelin Kézilabda Akadémia csapatának az NB1B-s bajnokság 11. fordulójában. Jobban kezdte a találkozót a 4. helyen álló Kozár Michelini gárda. A vendégek első találatára egészen a 7. percig kellett várni, és a bátran küzdő kecskemétiek ezután sem tudtak közelebb kerülni Gyulai László tanítványaihoz, így a nagy szünetre 7 gólos hazai előnnyel vonultak a csapatok. A fordulást követően sem változott a játék képe, még tovább növelték az előnyt a Kozár Michelinek, a két pont sorsa egyetlen percre sem forgott veszélyben. A hazai oldalon pályára lépő játékosok egytől egyik hozzá tudtak tenni az eredmény alakulásához, ki góllal, ki pedig kiváló védekezéssel. A mérkőzés hajrájában a vártnál is nagyobbra nyílt az olló, 22 gólos különbségnél telt le a 60 perc. Ebből a hozzáállást lehet tanulni, ugyanis ugye az Eger a lista vezető, és ő konkrétan otthon x-elt ezzel a csapattal, és ugye múlt héten a pénzügyőr megfázott Kecskeméten, és a hozzáállást lehet tanulni, a koncentrációt, azt, hogy amit edzésen gyakoroltunk, azt hogyan tudjuk megvalósítani. Nagyon tanúságos meccs volt, mert én azt gondolom, hogy reális a különbség a két csapat között, nyilván nem ennyi, de ma sokat tettünk, hogy ennyi legyen. Az egész mérkőzésen meg voltam elégedve velük. Az elején nyilván nem nyílt szét az olló annyira, mert annyira akartunk menni, és az az igazság, hogy túlmentünk kicsit a sebességünkön, amit biztonságosan le tudunk játszani, de sajnos abban a periódusban voltak kimaradt zicserek, de ez attól függetlenül még borzasztóan értékes volt, és a fél időben pont erről beszéltünk, hogy tartsuk azon a sebességet, ami a technikai képzettségünk, és a másik fél időben ez hatásos volt. Én nagyon örülök, hogy így dolgoztak a lányok, és nagyon gratulálok nekik. Polics tíme a rutinjával és 3 góljával járult hozzá a nagy arányú győzelemhez. Nagyon boldogok vagyunk igazából, szerintem a csapat sem nem számítottunk ekkora arányú győzelemre. Azért a Kecskemét bebizonyította, hogy igenis van helyük ebbe az osztályba, mert akár egy Eger dolgát Egerbe X-re tudták hozni, szóval mi nagyon örülünk ennek a nagy arányú győzelemnek. Örülök neki, hogy mindenki játék lehetőséghez tudott jutni, és úgy gondolom, hogy mindenki is élt vele, szóval így megyünk tovább, és reméljük, hogy mindig ennyi lehetőséghez fognak jutni. A karácsonyi pihenőig még 2 mérkőzés vár Gyulai László tanítványaira. A Tempó KS-e elleni idegenbeli találkozó után december 17-én a Szent István-ese ellen hazai pályán zárja az évet a Kozár Michelin Kézilabda Akadémia. A városi döntőt rendezték a kosárlabda diákolimpiai bajnokságban a 3. korcsoportosok számára. A fiú finálét a pécsi református általános iskola nyerte, legyőzve a PTE gyakorló gárdáját. A lány döntőben pedig a PTE gyakorló végig fölényben játszva nyert a Bártfa utcai általános iskola csapatával szemben. Mind a fiúknál, mind pedig a lányoknál lesz visszavágó, ugyanis az első és a második helyezettek is ott lesznek a megyei döntő mezőnyében. Városi döntővel indult a december Pécsett. A pécsi református kollégium általános iskolája és a PTE gyakorló fiú csapata, valamint a PTE gyakorló és a Bártfa utcai általános iskola lánygárdája mérkőzött meg a városi bajnoki címért a 3. korcsoportos kosárlabda diákolimpiai bajnokságban. A fiúk kezdték a döntőt, akik színvonalas, pörgős meccset játszottak. Tavaly a református iskola csapata az országos elődöntőig is eljutott, ahol egy győzelem és egy vereség volt a mérlegük. Idén is ők nyerték a városi fordulót, így biztos a helyük a megyei döntőben. Ezért nem becsültük le az ellenfelet, de már tudtuk, hogy nem lesznek itt a tavalyi 2009-esek, akik ellen azért nehezebb dolgunk volt, de még tavaly sikerült egy ponttal legyőzni őket. Hát most kicsit nagyobb önbizalommal mentünk, és végül sikerült behúzni. Tavaly is voltunk, de a Dombóvár ellen sikerült
nyernünk, viszont a Kaposvártól kikaptunk. A református iskola csapata összeszokott jó gárda, akik akár az országos döntőig is menetelhetnek. Ez a második évünk, ugye tavaly, ahogy említette a Gergő, ugyanezzel a gárdával igazából eljutottunk az országos elődöntőnek a második helyére, úgyhogy gyakorlatilag aránylag összeszokott, ami gond, hogy ebből a 12-ből gyakorlatilag kettő aktív kosárlabdázó maradt, de mindenki nálam kezdettek kosárlabdázni, úgyhogy összeszokottak sokan az osztálytárs, úgyhogy 5.-6. vasok. A meddig jutottunk el, szerintem bármeddig, mert szerintem ők képesek arra, hogyha volt most jelen pillanatban egy beteg kisfiú, aki szintén nagyon meghatározó, tehát ha ő itt lesz, akkor szerintem a legjobb 8-ba el tudunk jutni. Meglátjuk, hogy itt a régióban milyenek az erőviszonyok, szerintem oda tudunk érni. A boldogság a lényeg, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek, meg szeressék. Sajnos csak két csapat van a városban, ez azért elgondolkodható. A harmadik korcsoportosok, vagyis az 5.-6. osztályosok mellett a 4. korcsoportosok és a középiskolások is összemérik tudásukat kosárlabdában. Az 5.-6. korcsoportos országos elődöntőt december közepén Pécsett rendezik. Sajnos a csapatok száma kevés. Ugye itt is most jelen pillanatban két-két iskola nevezett a harmadik korcsoportba. A 4. korcsoport lányoknál egy induló van csak, viszont hát 4 csapattal rendezzük a 4. korcsoportos fiútornát. A színvonal kapcsolatban, hát aki most látta ezt a mérkőzést, rendkívül kiegyensúlyozott, és tényleg jó színvonalúak. Azt lehet mondani, hogy a csapatoknak van esélyük arra, hogy akár az országos döntőbe is beverekedjük magukat. A lányok döntőjét a 3. korcsoportban a PTE gyakorló és a Bártfa utcai általános iskola csapata játszotta. A küzdelemből a gyakorlósok kerültek ki győztesen. Így mind a fiúknál, mind pedig a lányoknál lesz visszavágó, ugyanis az első és a második helyezettek is ott lesznek a megyei döntő mezőnyében. Ismét összefogtak a pécsi vízilabdázók. 5 keleti városrészi tagovodának gyűjtenek plüssöket, fejlesztő játékokat. A tervek szerint december 16-án személyesen viszik el az óvodákba az összegyűjtött plüssöket a sportolók. A gyűjtés mellett idén a Pákolic utcai tagintézmény sportnapjára is ellátogattak. A PVSK meccsek fűszért játékosai és vezetői, hogy a vízilabda alapjaival megismertessék a gyerekeket. Megérkeztek a vízilabdázók a keleti városrészi óvoda Pákolic utcai tagintézményébe. A gyerekek már nagyon várták őket, hiszen sok érdekes felszerelést hoztak magukkal a sportolók. Természetesen azonnal elfogadtuk a meghívást, és igazándiból egy rövid fél órára jöttünk csak, hoztunk labdákat, sapkákat, hoztunk egy lövőfalat. Egy picit megpróbáljuk bemutatni a gyerekeknek azt, hogy a vízilabdások milyen labdával játszanak, hogy kell fölvenni a sapkát, hogy kell bekötni, hogy passzolnak, milyen az, ha eldobjanak egy labdát, milyen az, ha paszt kapnak. Hát nem feltétlenül a cél az, hogy a vízilabda irányába tereljük a gyerekeket, hanem talán egy picit a sport irányába, és ha a gyerekek maguktól csak elmennek focizni, futni, biciklizni, bármilyen olyan nem tévénézés, illetve számítógép nyomkodás a következmény, akkor már boldogok vagyunk, és örülünk, hogy úgy tűnik, hogy a gyerekek élvezik ezt a délelőttöt, hogy reméljük, hogy ennek lesz folytatása, és máskor is jöhetünk. Az óvodában fontos, hogy megszerettessék a gyerekekkel a sportot, a mindennapos mozgást. A nyertes EFOP pályázat keretében korábban tartottak már egészségnapot, a mostani projektnapon a sporté volt a főszerep. A mai napot az egészségnap keretén belül rendeztük a gyerekeinek. Tudni kell, hogy az óvodánkban többnyire halmozottan hátrányos gyermekek járnak. Ezt az EFOF keretén belül nyertük meg ezt, ugye azokat a pályázatokat, ami fő vonalunk ugye a mozgás, egészséges étrend, egészséges táplálkozás, ugye ami már volt pár évvel ezelőtt, mai napot csak a mozgásnak szenteltük, és így vettük fel a kapcsolatot a PVSK vízilabda csapattal. Volt már velük kapcsolatunk, egy éve már jöttek és hoztak nekünk ajándékba plüssöket, és nagy örömmel fogadták ismét a felkérésünket, és most bemutatják azokat a felszereléseket, amiket ők használnak. Hívtunk még focistákat, karatésokat is, hogy tényleg ez a szülők bevonása is nagy örömmel szolgált, hogy ennyi szülő megjelent, és ők is csatlakoznak a programunkhoz. Hát, ha lesz lehetőség ezeknek a gyerekeknek is kitörni a szürke hétköznapokból. Nálunk nagyon fontos a sport, mert minden napi reggeli tornát tartunk, illetve a nap végét meditációval zárjuk, mert úgy gondoltuk a kollégáimmal együtt, hogy nagyon fontos
fontos a mai világban, az a sok elektromos kütyű, ami megjelent, és hogy nagyon föl vannak pörögve a gyerekek, hogy próbáljuk egy kicsit visszacsillapítani ezt a hiperaktivitást, ezt a kis túlmozgásukat, kicsit az elmét avval, hogy valamilyen szinten mozognak, és egészségesen táplálkoznak, és le is csendesedünk, és akkor így kerek az egész. A PVSK meccsek fűszért vízilabdázói csaknem 10 éve gyűjtik a plüssöket a város sportegyesületeivel, oktatási intézményeivel közösen. De ha tehetik, fejlesztő játékokat is visznek karácsony előtt a keleti városrész óvodáiba. A plüssgyűjtés az már hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza. Volt ilyen időszak, amikor sajnos a Covid miatt nem tudtunk plüssöket gyűjteni, de hála az égnek tavaly is, illetve idén is már személyesen is fel tudjuk keresni már az óvodákat. Minden évben igyekszünk olyan partnereket keresni, akik aktívan részt vesznek a plüssgyűjtésben. Korábban volt másik sportegyesület, volt már másik óvoda központ is, volt már általános iskola, most egy nagy magyar, talán mondhatom azt, hogy világhírű táplálék kiegészítőket gyártó cég az, aki az ügy mellé állt, illetve szokásosan Pécset hallható rádió az, aki támogat minket a gyűjtésben, illetve úszóiskolák szoktak. Tehát hála az égnek viszonylag nagy az összefogás a plüssgyűjtéssel kapcsolatban, amit mindig elmondunk, hogy nem csak összegyűjtjük és valahogy eljutatjuk, hanem személyesen szoktuk kihozni 4-5 óvodába, és ha sikerül annyi plüss gyűjtenünk, akkor a többi óvodába pedig elküldjük a plüssöket. Most is úgy tervezzük, hogy december 16-án személyesen érkezünk majd 5 keleti városrészi óviba. És talán még az a különlegessége ennek a plüssgyűjtésnek, illetve magának az átadásnak is, hogy amit a gyerekek választanak maguknak plüssöket, azokat ők utána haza is vihetik. Tehát valóban valamilyen kis pici ajándékot kaphatnak karácsony előtt. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog. Hála az égnek a játékosok is, vagy szerencsénk van minden évben, hogy olyan csapatot sikerül összeraknunk, akik fontosnak érzik ezt az ügyet, vagy eltelik szeptembertől vagy augusztustól annyi idő, hogy ők is megérezzék azt, hogy ez egy fontos ügy, de a csapat is nagyon pozitívan áll hozzá, az óvodák is mindig nagyon örülnek, illetve tényleg mindig sikerül olyan támogatókat az ügy mellé állítani, akik teljes mellszélességgel segítenek abban, hogy a lehető legtöbb plüss gyűjtsük össze. Idén 3 gyűjtőpontra lehet elvinni a plüssöket. A Pécsi Hullámfürdőben, a Belvárosi Bevásárlóközpontban és a Petőfi utca 45 szám alatti közösségi térben várják december 12-éig a lakossági felajánlásokat a vízilabdázók. Nem volt egyszerű dolga a Tolnai Kézilabda Klubnak idén, ugyanis egyre kevesebb a fiatal felnőtt a csapatban. Ennek ellenére mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél jobb eredményeket érjen el az egyesület az U19-es harmadosztályú versenyeken, illetve a Tolna megyei női bajnokságban is. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!